Sziasztok! Ez a Kócsin kétlábon és hatlábon vloggabival. Ebben az epizódban arról lesz szó, hogy hogyan működik a kedves naplóm, vagyis megmutatok néhány általános gondolkodási elvet, ami nagyban hozzájárul a jól létedhez. azok megnyugtatására, akik hiányoljátok mellőlem a juhászokat, mindenki jól van és megvan, ennek az egyik jele az lehet, hogy az, hogy magamhoz képest nagyon egy helyben állok, aminek az az oka, hogy Elfi azt gondolja, hogy ő benne van a felvételben, tehát konkrétan a lábamon fekszik, skill meg éppen házat őriz, úgyhogy időnként még lehet, hogy az ugatás is be fog hallatszani, így jár az, akit négy fal közé szorít az időjárás. De amikor átadtam nektek Mikuláskor a mi Mikulás ajándékunkat, a, ami a kedves naplomhoz kapcsolódik, azt ígértem, hogy el fogom mesélni, hogy ez az eszköz hogyan működik. Ez nagyon szorosan kapcsolódik ahhoz, ahogy egyébként Egilitiben is dolgozom, állandóan azzal fárasztom a tanítványaimat, hogy értsék meg a mögöttes miérteket azoknak a megoldásoknak, amiket megtanítok nekik, mert abban hiszek, hogy akkor fognak tudni önállóan jól dolgozni, akkor lesznek ténylegesen a birtokában a készségeiknek, hogyha nem csak vakon lemásolnak dolgokat, nem csak vakon meg el, eltanulnak tőlem dolgokat, hanem pontosan értik azt is, hogy miért csináljuk azokat a dolgokat, amiket csinálunk. És ugyanígy vagyok a kedves naplómmal is, hogy tökörülök neki, hogyha elkezded használni és szereted, és akkor is fogsz vele eredményeket elérni, hogyha semmi más nem csinálsz, mint hogy elhiszed nekem, hogy ez így jó, és meg fogod csinálni azt, ami a leírásban szerepel, vagy amit kérek. De ennél én azt gondolom, hogy sokkal-sokkal többet ad neked az, hogyha érted azt, hogy hogyan épül föl az az egész, tehát tulajdonképpen hogyan hadsz saját magadra akkor, amikor a kedves naplómat használod. És egyébként ebből az is következik, hogy ha neked a kedves naplóm nem a te műfajod, mondjuk nem szeretsz írni, vagy azt mondod, hogy a naplózás nem, nem a te világod, akkor is nyugodtan használhatod az elveket, amiket meg fogunk beszélni, és kereshetsz hozzá olyan eszközöket, amik számodra testhez állóbbak. Én azt mondtam a kedves naplómmal kapcsolatban, hogy ez egy olyan kis eszköz, ami hétről hétre abban segít neked, hogy a figyelmedet a jó dolgokra irányítsd. Amit tartalmaz, az hetente négy kérdés, ami minden héten ugyanaz, és minden héten kapsz egy inspiráló idézetet, amihez tartozik egy különálló kérdés, tehát összesen öt kérdés van hetente, négy hétről hétre ismétlődik, és egy pedig minden héten új. És mivel ez egy coaching két lábon és hat lábon ötlet, innentől fogva ez az egész kutyás köntösbe van csomagolva. És akkor most azt fogjuk csinálni, hogy ezt a kis definíciót szétszőrözzük, és meg fogjuk nézni, hogy milyen elemekből áll össze ez az egész. Először is ugye induljunk onnan, hogy az első igény, vagy az első feladat az az, hogy a figyelmedet tudatosan irányítsd az életed jó dolgaira. Minek ez az egész tudatosság balhé? Ugye akkor, amikor, amikor olyan igazán nagy gázok vannak körülöttünk, biztosan veled is előfordult már az, hogy azt kívántad, hogy basszus, valahol csak megvethetném a lábamat, és lenne egy kis bizonyosság a kezemben, végre így az irányításom alá vonhatnám a dolgokat. Ez egy tök természetes dolog olyan szempontból, hogy az emberi e, szükségletek közül az egyik legfontosabb az, hogy biztonságban kell éreznünk magunkat. Stabilitás kell. Tudni kell azt, hogy bizonyos mértékű irányítás tudunk gyakorolni az életünk fölött, tehát a mi kezünkben vannak a dolgok. Igen ám, csak azt mindenki tudja tapasztalatból, hogy a világ az egy tök bizonytalan hely, egy csomó mindent, ha megfeszülünk, se tudunk kontrollálni. Mondja ezt valaki, aki oly mértékben control mint én. Szóval, hogy én tényleg akkor érezném magam jól ebben a világban, hogyha mindent az ég világon én irányíthatnék, akkor is, hogyha egyébként az annyi munkával járna, hogy belegebedek, de nem baj, én ezt megpróbálnám és nagyon sokáig ez rengeteg energiámat elvitte, hogy megpróbáltam olyan dolgokat az irányításom alá vonni, amiket nem tudok. Még akkor se, ha szeretnék, meg akkor se, ha rengeteg energiát teszek bele, sőt, még akkor se, ha igazam van. Na ez aztán egyébként a pláne bosszantó tudott lenni a dologban, amikor az volt, hogy én pontosan tudtam, hogy hogyan kéne működni a dolgoknak, és nem csak azért, mert nyírig Gabinak ez így lenne kényelmes, hanem hogy így a, a világ összessége szempontjából ez lenne jó, és mégse. Na, ezzel olyan mértékben föl tudtam hergelni magam, hogy minden energiámat elvitte. És akkor találkoztam azzal a gondolattal, hogy ha irányítást szeretnél szerezni a világban, akkor a leges, legfontosabb dolog, amin dolgoznod kell, hogy a gondolkodásodat a saját irányításod alá vond. Mert hogy az ember fejében így jönnek-mennek a gondolatok, bármi eszünkbe jut olyan is, amiről nem szeretnénk, hogy ott legyen meg egyébként olyan is, aminek nagyon örülünk, mert ez a nagy ötlet, de hogy abban igenis tudatosnak kell lenni, hogy mihez kezdünk azokkal a gondolatokkal, amik felmerülnek a fejünkben, tehát mit engedünk ott meggyökerezni, meg mire irányítjuk a figyelmünket tudatosan. Tehát annak, aki kontrollt szeretne ebben a világban, és az a helyzet, hogy ebben mindannyian egyformák vagyunk, legfeljebb abban van a különbség, hogy kinek milyen mértékű kontrollra van szüksége, a leges legfontosabb dolog az az, hogy meg kell tanulnia tudatosan gondolkodni. És ez az első dolog, amit egyébként a kedves naplóm euh, tanít neked. Tudatosság. Aztán ugye azt is mondtam, hogy abban segít a kedves naplom, hogy hétről hétre a figyelmedet, az életed jó dolgaira, vagyis a pozitívumokra irányítsd. Ugye ez, ezzel kapcsolatban nagyon sok kritikát szoktam kapni, mert hogy azt mondják az emberek, hogy mi a fenét keres, kezdjek én a pozitívumokkal az életemben, amikor teli vagyok problémákkal, meg teli vagyok nehézségekkel. És itt azt nagyon fontos látnod, hogy ez a kettő, ez Két teljesen különálló kategória. Tehát az, hogy az életemben vannak pozitív dolgok, logikailag meg tapasztalatailag nem kapcsolódik össze azzal, hogy vannak nehézségeim meg vannak kellemetlenségeim. Ha velem beszélgetsz, belőlem az folyik folyamatosan, hogy kutyázom, hogy csinálom a, a személyes fejlesztő munkámat, de hogy az életemnek egy meghatározó része a kutyázás. És ebben az az érdekes, hogy ez körülbelül egy ilyen 10-15 éve van így, függetlenül attól, hogy ennél én sokkal régebben kutyázom, mert hogy az életemnek abban a szakaszában én bizony-bizony nem a kutyázásra, meg nem a, a szenvedélyemnek, a, a szakmámnak a megtalálására fókuszáltam, hanem igen komoly családi problémákra. És akkor függetlenül attól, hogy abban az időszakban, Rengeteg pozitív kutyás emlékem volt. Akkor kezdtem el egilitizni, akkor értünk el nagyon komoly sikereket. És de azt, hogy világbajnokságon válogatottak voltunk az akkori kutyámmal. Akkor lettem egiliti oktató. Elkezdtem oktatni. Tehát, hogy rengeteg-rengeteg pozitív dolog történt, akkor, akkoriban találtam ki, hogy én pszichológus szeretnék lenni. Vettek fel az egyetemre akkor, amikor ez így csoda számba ment, hogy embert elsőre felvesznek pszichológusnak, és akkor alakult egy csomó jó dolog, és ezeket az emlékeimet úgy kellett így erővel előkukáznom, mert hogy lényegében én azzal voltam elfoglalva, hogy nekem egy alkoholista apám van, aki megnehezíti az én életemet. És ezzel kapcsolatban tök fontos azt látni, hogy igen, ott van az alkoholista apuka minden problémájával, de hogy ez semmit nem csinál azzal, hogy egyébként én megtaláltam a kutyázást, ott sikereket értem el, megtanultam, megtaláltam a szakmámat, megtaláltam a szenvedélyemet, és hogy tulajdonképpen csak annyi történt, hogy azáltal, hogy hogyan használtam a figyelmemet, nem annak az örömét éltem meg, hogy mennyi minden jó dolog történik, hanem annak a fájdalmát értem, éltem meg, hogy mennyi minden nem jó dolog történik. És félre ne értsd, amikor arra kérlek, hogy a figyelmedet a pozitív dolgokra irányítsd, akkor nem arra kérlek, hogy tagadd le a negatívakat. Csak hogy hozd meg azt a tudatos döntést, hogy te úgy szeretnél megküzdeni a nehézségeiddel, meg úgy szeretnél átlépni rajtuk, hogy mindeközben a figyelmedet a pozitív dolgokon töltöd, vagy tartod. Mert hogy ezek ott vannak. Ha ezt nekem nem hiszed el, akkor olvasd el Viktor Frankl könyvét, angolul az a címe, hogy The Man's Search for Meaning, nem tudom, hogy magyarul uh, milyen címe jelent meg. Az embernek elég komoly, megélései voltak azzal a kapcsolatban, hogy mi az, hogy nehézség, mert hogy őt besorozták egy, egy náci haláltáborba, ahonnan egyébként kijött élve, és hogy ő tud írni arról, hogy milyen szépségeket lehetett a mindennapokban megtalálni Auschwitzban. Tehát ha ott ment, akkor így nehezen tudom elképzelni, hogy ez bárkinek, aki egy ennyivel jobb körülmények között van, amit azért valójában vagy nem nehéz produkálni Auschwitzhoz képest, nem hiszem el, hogy nincsenek az embereknek pozitív dolgok az életében, legfeljebb nem gyakorlottak abban, hogy ezeket megtalálják. És ebben is segít a kedves naplom, hogy arra kér, hogy irányítsd rá a figyelmedet az ott lévő pozitív dolgokra. Aztán a harmadik dolog, amit én mondtam, hogy a kedves naplomban kérdések vannak. 4 plusz 1. Kérdések. Mi az, ami miatt kérdéseket használunk? Ez megint az emberi gondolkodáshoz kapcsolódik, hogy tulajdonképpen kérdések mentén gondolkodunk. Mit vegyek föl? Vajon elére me a buszt? Van-e otthon elég kutyakaja? Tehát, hogy folyamatosan, folyamatosan kérdések cikáznak az emberek fejében, mindenkiében, és az van, hogy az elme egyszerűen úgy működik, hogy bármilyen kérdést teszel föl magadnak, az elméd meg fogja próbálni ezt a kérdést megválaszolni. És itt jön a trükk, hogyha nem jó kérdésekkel eteted az elmédet, akkor nem jó válaszokat fog neked előállítani de le fogja szállítani a válaszokat. Ugye ezt akkor lehet nagyon könnyen tetten érni, amikor azt hallod az emberektől, hogy hogy lehetek én már megint ekkora lúzer? És az elme elő fog állni a válaszokkal, hogy mitől lúzer valaki. Meg hogy ez a miért vagyok én ilyen szerencsétlen? Megint az elme elő fog állni a válaszokkal. Saját példa, amikor én együtt éltem az alkoholista apámmal, ami nem egy fákjás menet, akkor én folyamatosan azt kérdeztem magamtól, hogy mikor lesz már ennek vége. Én arra kondicionáltam magamat, azt képzeltem el, hogy ez az egész egy ilyen lefelé tartó zuhanás, kvázi ez egy gödör, amiben én megyek lefelé, majd egyszer csak el fogom érni az alját, ott egy üldögélek egy kicsit, aztán majd valahogy kimászom. És amikor folyamatosan azt kérdeztem magamtól, hogy mikor lesz már ennek vége, akkor így rá kellett, hogy jöjjek, hogy soha. Tehát, hogy ebben a formában ez így nem fog elmúlni. Hanem az van, hogy egyszer csak el kell kezdenem másmilyen kérdéseket feltenni magamnak. És ebben is igyekszik a kedves naplón formálni a gondolkodásodat, formálni a működésedet, hogy úgynevezett előrevívő kérdéseket ad. Azt kérdezi, hogy mi volt a hétben jó, mi volt a hétben szép, mi az, amire az elmúlt hetet kapcsán büszke vagy, mi az, amiért hálás vagy. Tehát ezek olyan dolgok, amik jó érzéssel fognak eltölteni, és előre fognak vinni, hogyha az elméd ezekre keresi meg neked a válaszokat. És lehet, hogy ezek ilyen pici dolgok. Ugye azt mondtam, amikor a Mikulás ajándékról beszéltem, hogy ez már az ötödik év, amikor kedves naplómat gyártok, tehát a 20-20-as, az már az ötödik kiadása lesz a kedves naplómnak, és néhány évvel ezelőtt, amikor biztattalak benneteket arra, hogy csatlakozzatok a kedves naplómos életformához, volt egy hölgy, aki, megmond, aki a Facebookon kommentelt, hogy ekkora egy marhasságot az ő életében nincs semmi jó. És mondtam neki, hogy ezzel hadd vitatkozzak, mert hogy az is egy jó, hogy jól kiröhögte az én hülye ötletemet, hogy ekkora egy baromságot, képzeld el, van itt egy bolond nő, aki azzal jön, hogy keresünk jó dolgokat egy egyébként szörnyű világban. Tehát lehet, hogy le röhögött egy jót, vagy legalább elhúzott egy fél mosolyt, és egyébként, hogyha csinálná azt, amit a kedves naplomban kérek, hogy csináljon, akkor ezt fölírhatná oda, hogy mi volt a jó dolog a hetemben. Röhögtem egy jót valakinek a hülyeségén. Nem egy nagy dolog, nem váltotta meg a világot, de egy igenis egy pici jó dolog, amire érdemes emlékezni. Tehát ez az, amiért a kedves naplóm kérdések mentén működik, nem csak felszólításokat vagy utasításokat kapsz, hogy gyűjtsd össze ezt-azt, hanem kérdéseket ad azért, hogy tanulj meg előrevívő kérdéseket föltenni magadnak. És azért van minden héten egy újfajta kérdés, mert 52 vagy 53 oldal lesz a 20-20 számban, nem is tudom pontosan, ami azt jelenti, hogy 52-53-szor meg fogod válaszolni a négy állandó kérdést, meg kapsz még 52-t vagy 53-at, ahány módon a pozitívumokra tudod irányítani a figyelmedet. Tehát gyakorlatilag kapsz egy bazi nagy eszköztárat, ahány módon figyelmet lehet tenni a jó dolgokra. Úgyhogy ezért a kérdések, mert ezen keresztül irányítod a gondolkodásodat. És a negyedik dolog, az pedig az, hogy hetente. A mi az, ami miatt nem azt mondom, hogy csináld, amikor éppen eszedbe jut, mert hogy szükség van a rendszerességre. Ez egy olyan készség, illetve olyan kész, készség szett, hogy tudatosan irányítod a figyelmedet, a pozitív dolgokra, és megtanulsz előrevívő kérdéseket feltenni magadnak, amit ha soha az életben nem csináltad, akkor bizony gyakorolni kell. És ezért van szükség a rendszerességre. Ezért van szükség arra, hogy ezt minden héten megcsináld, nagyon megéri a hét végére nagyjából ugyanabba az időpontba tenni, nem mondom, hogy úgy, ahogy a kutya etetését, hogy 17-27-kor nálunk, nem most, 18-27-kor kitör a sztrájk, hogy adj ide a vacsoránkat, tehát nem azt mondom, hogy percre pontosan mindig ugyanakkor kell csinálni, de szerintem az igenis fontos, hogy keres neki egy nagyjából állandó időpontot a menetrendedben. Nekem nagyon bevált erre a vasárnap este, hogy ezt mindig uh, ide időzítem, hogy visszanézek arra a hetemre, amit éppen zárok. És ezáltal, hogy ezt hétről hétre csinálod, el fog kezdeni az elméd rátanulni erre a megold, működésre. És a hét során elkezdi olyan szemmel figyelni az eseményeket, hogy hűha, vasárnap este majd nekem elő kell állnom szép, meg jó, meg ö, olyan dolgokkal, amikre há büszke vagyok, meg olyanokkal, amiért hálás tudok lenni. Tehát elkezdi menet közben ezen a szemüvegen, ezen a lencsén keresztül nézni az életedet, ami már hozzásegít ahhoz, hogy összességében jobban érezd magad az életedben. És még egyszer mondom, ezeket az elveket a kedves naplomtól tök függetlenül is vesd be nyugodtan, hogyha ne, ha neked nem pálya az, hogy hetente idézeteket olvasgass, meg kérdéseket válaszolj, meg ráadásul írásban, akkor is fogadd azt el, hogy amit kontrollálni tudsz az életedben elsődlegesen, és a legteljesebb mértékben, az a gondolkodásod. Aztán azt is, hogy olyan lesz a világ, illetve olyannak fogod látni egy-egy időszakodat, amire a figyelmedet irányítod. Ha szar életet akarsz, bocsánat a kifejezésért, akkor nyugodtan maradj annál, hogy, hogy a, a fájdalmaidon, a veszteségeiden, a nehézségeiden van a figyelmed. De ha ugyanabban az életben szeretnéd jobban érezni magad, akkor igenis tedd a figyelmedet a pozitívumokra, és ezt érd el úgy, ahogy szeretnéd. Bármilyen eszközt hajlandó vagyok megvenni, ami ebből a szempontból működik. Aztán tanulj meg előrevívő kérdéseket föltenni magadnak. Hogyha azt éled meg, hogy x idő után üldögélsz egy adott téma kapcsán, és rosszul érzed magad, meg nem jutsz egyr egyről, a kettőre, akkor kezd gyanakodni, hogy nem jók a kérdések, amiket felteszel magadnak. És akkor próbálj másmilyen kérdéseket föltenni. Ebben is segít a kedves naplom, hogy felsorol neked közel 60 darab kérdést. Egyébként használhatod úgy is, hogy elolvasod a kérdéseket egyben, és félreteszed az egészet nekem az is tök jó, azzal is léptél előre, és hogy fogad el azt el, hogy azt, hogy elkezded tudatosan gondolkodni az új készségeknek az elsajátítása, tehát ezt rendszeresen csinálni kell. És az lesz, hogy rendszeresen az elején nem fog menni. Meg nem fog eszedbe jutni, meg visszacsúszol, meg nehéz lesz. Igen, időnként én is ülök ott a kedves naplom fölött, hogy mi a fene volt az, amikor én a saját utamat jártam, vagy amikor uh, valakinek a fejlődését támogattam. Tehát van olyan, amikor ez nehezebben megy. De gyakorlás nélkül meg nem lesz az egészből semmi. Tehát nagyon szívesen adom neked a kedves naplómat, mint eszközt. Nagyon örülök, ha használod és ezen keresztül dolgozol azért, hogy jobban érezd magad az életedben. De az eszköz másodlagos. A lényeg, hogy saját is el ezeket az elveket, tedd magad évá, próbáld ki őket, lehet, hogy az eredmény elsőre nem lesz tökéletes, akkor tarts ki, gyakorolj, és ezen keresztül érj el egy jobb életminőséget abban az életben, amiben egyébként benne vagy. És a nagyon vicces az az, hogy minél jobb minőségben tudsz gondolkodni, és minél jobban érzed magad a bőrödben, annál jobb esélyeid vannak arra, hogy egyébként jobbra fordítsd az életedet. Tehát, hogy ezen keresztül el tud indulni az is, hogy megjönnek olyan pozitívumok, megjönnek olyan dolgok, amire vágytál, és megoldasz olyan nehézségeket, amik, amik nyomasztanak, és félrenejes később se lesz az, hogy csak pozitívumok lesznek, a negatívumokat meg elfelejtjük. De hogy mindig, hogyha tudatosan gondolkozol, és begyakorlod ezeket a készségeket, akkor az adott élethelyzetedben a lehetőségekhez képest mindig fogod tudni jobban érezni magad. Én nagyon szeretném, hogy ez legyen az adventi ajándékod, meg ezt vidd magaddal az egész jövő évre. És azért nagyon köszönöm, hogy itt voltál velem, és találkozzunk legközelebb.